Ez a kívánságszolgálata, a Heti TV kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Egy tartalmas fél órát ígérhetek a mai napra is. Természetesen elérhetőségeink rendelkezésre állnak. Facebook oldalunkon is kereshetnek bennünket, vagy akár SMS-t is írhatnak. Ezeket láthatják a képernyő alján, hogy hol tehetik meg. Hoztam mára is egy napi gondolatot, Kortos Szabolcs tollából származik. A légi közlekedésben egy valami garantálható, hogy semmit sem lehet biztosra venni. És milyen igaz. Bokor János nótaénekes lesz ma a vendégem itt a budapesti stúdióban, aki a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitüntetett művésze. Sok mindenről fogunk beszélgetni. Az első üzenet pedig így szól a mai műsorban. Máté párjának, Violának küldi a következő, de a Dunaújvárosba üzeni, hogy nagyon szereti. Hosszú az a nap, énekel Zsida. Ahogyan ígértem önöknek, itt van velünk Bokor János nótaénekes, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitüntetett művésze. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy és eljöttél. Nagyon sokan mondták nekem már rólad, hogy Magyarország legjobb hangú férfi magyar nóta énekese, és nyilván hivatalból nem szeretnék ebben állást foglalni, de nem szeretném cáfolni se, és akkor így lenne teljes ez a titulus. Hogy vagy most? Hogy telnek a mindennapok így a koronavírus tájéken? Köszönöm szépen, elég nyugodtan. Tehát te vagy az, akinek a naptár az olyan mértékig tele volt, hogy nem biztos, igen, hogy alapesetben ez a beszélgetés. Igen, és sajnos az év első szakasza, tehát a január-február, az mindig egy kicsit gyengébb. De most ott is volt kettő vagy három darab műsor, és azon kívül még utána, hogy volt, amikor elrendelték a kijárási korlátozást, onnan kezdve mindenemet visszamondtak, mindenemet töröltek. Úgyhogy
És hogy telt ez az időszak? Ilyenkor kell-e gyakorolni, karbantartani a hangodat, vagy esetleg van lehetőség arra, hogy újabb dalokat elsajátíts, hiszen azért sok olyan kisebb rendezvényen találkozunk, ilyen civil zárt összejöveteleken, ahol te felfigyelsz olyan dalokra, amit esetleg más énekel, és te még nem énekelted, hogy mi lenne, ha te is megpróbálnád. Voltak-e ilyenre próbálkozások? Az a helyzet, hogy annak idején, amikor én kezdtem ezt a szakmát csinálni, azt hiszem az utolsók között voltam, aki még dr. Molnár Imre professzor úrhoz jártam. Egy nagy név, egy hatalmas név, aki a Zeneakadémián tanított, főiskola volt, akkor még ma már egyetem, igen, fejlődünk. Úgyhogy én hozzájártam, és ott az alatt a 4 év alatt, amíg nekünk ilyen szakmai kapcsolatunk volt, addig én megtanultam azt, amit ő tanított nekem. Tehát visszatérve a kérdésed elejére, hogy mit csinálok, hogyan gyakorolok. Hát én úgy gyakorolok, hogy is tudom magamat képezni. Tehát ilyen önképző vagyok. Meg azt tudom, hogy amikor bármelyik fellépés előtt már találkozunk, akkor ott vannak a szövegek, mindent átnézel, pontosan észben tartod, hogy hogy szól az a dal, nagyon-nagyon rákészül, szeretsz előre próbálni. Tehát ezt a precizitást, ezt valahogy folyamatosan őrizni kell, nem lehet úgy, hogy kiállok a színpadra, és majd lesz valami, és ez a hozzáállás rendkívül szimpatikus. Ezt viszont az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdiójába tanultam meg, amikor én oda felvételiztem Molnár Imre iskola után, és ott megtanították, hogy készületlenül még az egyszer egyel se szabad kiállni, mert ha néha téved az ember. Egyébként arra a pillanatra visszaemlékezel, amikor egyáltalán a nóta világával találkoztál, vagy egyáltalán az éneklés szeretete hogyan fogant meg benned? Hát engem körbeölelt a nóta. Te vidéki gyerek vagyok. Édesanyám, édesapám paraszt emberek voltak, és a rokonság is. Hát egy faluban mi volt régen az 50-es, 40-es évek, 48-tól, mit tudom én, egészen a 80-as évek. Jó, de nem törvényszerű, hogy valaki ilyen sokra vigye a magyar nótainek, nem és attól meg körbeveszi. A lényeg az, hogy sajnos, vagy illetve hála Istennek, születni kell erre. Ugye az ember ott egy olyan környezetben óhatatlanul elsajátítja. Mert ugye énekelték az emberek. A családban, az összejövetelekkor, a születésnapkor, a lakodalomban, itt-ott mindig, és mindig ez volt az ember körül. És ebbe így az ember szépen belenől, és akkor egyszer megpróbálja ő is, hogy na, hogy kell? És azt mondja, hogy te gyerek, te nagyon jól énekelsz. És akkor ez a végén ott hozta az első lépéseket, amikor bevonultam katonának. És ott a srácokkal egy péntek este, vagy délután, mikor szabad foglalkozás volt, akkor kezdtünk énekelgetni. És ott tanultuk a katonanótákat, főleg menet dalokat. Szabad ne feled, most nézzünk meg téged azért a színpadon is, az Én lassan öregszem című felvétellel, ahol közreműködik Tornai Zoltán is zenekara. Hogy én lassan törekszem, erre nem törekszem, de sajnos az idő eljár, elszállom a kapicskét, a szép kis fenyecskét, nincs már több tavaszom, ez a nyár se a révár. Bevallom ez is testfejemmel, a május úgy lefőtt, hát szívembe merültett az aranysárga kőz. Én lassan az vissza többé sosem jött.
És bizony ez a taps még nagyon-nagyon sokáig szólt. Folytassuk azért a beszélgetést ott, hogy te gyakorlatilag bejártad Európát, benne Erdélyt is, voltál a tengeren túlon, igen, sőt Ausztráliában is. Igen, igen. Azért így a magyar nóta nagyköveteként is gyakorlatilag bejártad a világot. Nevezni, így van, így van. Így ez azért egy óriási felelősség, nem? Elsők között, vagy épp elsőnek lenni. Hát igen, még most is nyomaszt most már egyre inkább. Mert hogy én lassan öregszem, 72. évemben vagyok. Ó, figyelj még! Hát azért majd, ha eljutsz oda... Nézd, azt tanúsíthatom, és teljesen objektíven, hogy bárhol te fellépsz, amikor visszatapsolnak nem egyszer, nem kétszer, akkor azt gondolom, ott nincs még baj. Nincs. Hát most például a... szerzők és énekesek, tehát magyar nóta szerzők, igen, és igen, énekesek országos egyesületének tagja vagyok, és szoktunk rendezvényeket csinálni. Illiás Tibor egyébként ült ebben nem a is igazán pénzes rendezvények van, ezek, hanem csak azért, hogy tartsuk életbe amit szeretünk, a nótát. Így van. És az este Gödöllőn voltunk egy ilyen műsorban. Tele volt a kemencés vendéglő. Ez így van. Csodálatos volt. Az emberek szinte ették. De persze ekkora kihagyás után nem is csodálja. De azért a gyermekeid is énekelnek, Kátai Zsuzsát se hagyjuk ki. Igen, a feleségem. Így van, egy énekes családról beszélünk. A fiam az Gyémánt Valentin néven szerepel, így egyébként van. Hivatalosan Bokor János. Így van. De Gyémánt Valentin, mert hogy annak idején ugye a Lajcsi-féle műsorban kezdett. És ő ugye inkább az örökzöldekben vesz részt, tehát így van, így van, így van. Főleg a táncdal részt, tehát ő nem, hát nem vette föl a lakodalmas, igen, igen, stílust, hanem ő megmaradt a táncdalban, és nagyon szépen csinálja. Mariant pedig láthattuk, az egyik nagy tehetségkutatóban, nem olyan régen. Ő a popzené irányába ment el, de magyar nótát egyik se tud. Jó, arra ott van ugye azért a Zsuzsa, aki besegít neked. Itt a kontra arra, hogy így az emberre ráragad a környezetébe. Hát ő rájuk nem ragadt, ők másfele mentek. Ugye zenét tanultak, egyik zongorát, a másik gitárt. Szigorú vagy velük is? Azért nem, van véleményed általában, amit meg is hát mondasz. Hát az mondjuk van, az véleményem van. Így van. És hogyha valaki méltó, arra meg is osztom. Ha nekem valami nem tetszik, az biztos, hogy nem jó. Valami nem jó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Hát folytassuk még legközelebb ezt a beszélgetést. Örömmel teszem, és akkor folytassuk egy újabb felvételt. Bokor János énekel természetesen. Nem vagyok már az, aki voltam. Közreműködik Tordai Zoltán és zenekara. Mindannyian tudjuk, énekeljétek velem. De nem vagyok én már az, aki voltam. Lép a fáj és a szívem, az életemet régen elbaroltam, de nem segített rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyban, de az élet csak sodat vált, de nem vagyok én már az, ami voltam. Szép asszonyom, nékem már a tavasszon s éli a világ, évek óta nem volt májusom. Falevél huldogás egy csöndes fapadon, őszidő a társam jól tudom. Fölveszek egy fannyat tőlem, kérdem én magamtól, mi lett belőlem.
Bokor János Nóta énekes, a Magyar Köztársaság arany érdemkereszttel kitüntetett művésze volt a vendégem az elmúlt percekben, egy nagyon jót beszélgettünk, most viszont folytassuk az évfordulók sorával. 63 éve látott napvilágot Básti Júlia, Kossuth Díjas színésznő, 60 éve született Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész, és 34 éve először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 185 éve a mai napon született Belicei Gyula zeneszerző, az Országos Zeneakadémia tanára, és 168 éve látott napvilágot Asbó Toszkán nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus. Folytassuk is egy újabb nézői kéréssel. Temesvári Gábor feleségének Katalinnak küldi a következő dalt Siófokra. Üzeni, hogy nagyon várja, hogy végre újra otthon legyenek együtt. Te vagy a csücske a szívemnek, Porr Péter énekel. Odafent kék volt a felhőtlen ég, karcsú láng erre tart. Szebbet az életben nem láttam még, hosszú haján csillant a fény. Kedves mosolyt küld felém, emlékszem rá, így kezdődött ez a regény. Egy éj, mese szép, valami őrültem vonzott feléd, sose félj, súgtam én, betakar minket a csillagos ég. Könnyű kaland volt neked csupán, elbúcsúztál, elmentél, másé vagy már, csak az emlék maradt enyém. De azóta is te vagy a csücske a szívemnek, te vagy a hajnali álom, a képzelet, hetek és hónapok kételnek. Te maradsz mindig a téma nekem, te vagy a csücske a szívemnek. Legbelül gondosan őrzöm a képedet, mosolyod kedves a lelkemnek. Velem van álmatlan éjjeleken, elválaszt sok ezer mérföld távolság. Én mégis ugyanúgy most is várok rád. Tudom, hogy idegen földön távol élsz, egyszer talán hozzám mégis visszatérsz. Elszállt az idő, egyedül járok a parti úton. Mennyi nő, szédítő, ki lesz a párom, ma még nem tudom. Jön majd egy társ, egy kedves lány, magamat így vigasztalom, de szüntelen nálad jár a gondolatom. Mert azóta is te vagy a csücske a szívemnek, te vagy a hajnali álom, a képzelet, hetek és hónapok így kellett. Te maradsz mindig a téma nekem,
velem van, álmot mondástalan éjjeleket, te vagy a csücske a szívemnek, te vagy a hajnali álom a képzelet, hetek és hónapok így telnek, te maradsz mindig a távoli vágy nekem, te vagy a csücske a szívemnek, legbelül gondosan őrzöm a képedet, mosolyog kedves a lelkemnek, velem van álmatlan társtalan éjeken, te vagy a csücske a szívemnek, te vagy a hajnali álom a képzelet, hetek és hónapok így telnek, te vagy a szívem. Keressenek bennünket a YouTube-on is, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat. A YouTube keresőjében mindössze írják be a műsor címét, Kívánságszolgálat Dr. Klement Zoltánnal, akár iratkozzanak is fel csatornánkra, így első kézből értesülhetnek, ha új, megtekinthető videó kerül fel. Nézzünk is egy újabb üzenetet. Németh Zsuzsa névnapja alkalmából szeretné kérni a következő dalt. Nagyon sok boldogságot kívánunk neki. A felvételen ő lesz látható, mint az angyal kisgyermek, amely 2012-ben készült a Ritmus Csapatok országos táncversenyén. A produkció a kategóriájában az első helyezést ért el. Napsugár Anna és Németh Zsuzsa következik, egy angyalarcú kisgyerek. Még egyszer nagyon sok boldogságot kívánunk Németh Zsuzsának. Minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással, itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től nézhetik meg. Ekkor a heti három műsort megszakítás nélkül egymás után levetítjük. És természetesen rendelkezésre a Facebook oldalunk, valamint SMS-ben is üzenhetnek. Ezeket az elérhetőségeket a képernyő alján olvashatják is.
Máté Kovács Erika saját kedvére kérte a következő dalt, de egyúttal szeretettel küldi minden ismerősének. Tölcsért csinálok a kezemből a Szenestéren. Zalatnai Cini énekel. Ha kimegyek az ucska piacra, lemezek közt böngészek én. Csak is olyat, amin a szenes van, elnézhető körülmény. Épp ezért töltsért csinálok a kezemből, és kiárgom vidáman. A szenes Iván téren járok, ha Iván írta e dalt. Sláger sereg siet már elében, remélem idén is találkozunk a Szenes Iván emlékkoncerten. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb is várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!